Hát úgy tűnik, hogy megint csak többen lettünk. Itt van a stúdióban Bújis Trutka, jó reggelt! Szia! Tésokom, jó reggelt, sziasztok! Tegnap beszéltünk telefonon, hogy ma találkozni fogunk, és felhívtad egy nagyon érdekes dologra a figyelmem, ami egyébként nekem nem ugrott be. Hogy mindig úgy találkozunk már ilyenféle felállásban, hogy mindig köszöntelek valahol. Igen, ez egy jó dolog, igen. Ez egy jó dolog, köszönöm szépen. Na, hogy érzed magad, mert holnap kezdesz itt nálunk dolgozni. Bombera Krisztával, az oldalam. Krisztával együtt. Nagyon izgul. Izgul? Tényleg. Nehogy is vicceltem. Hát ők már 1000 éve ismerik egymást ráadásul. Igen, kicsit kakukktojásnak érzem magam egyébként. Mi, ugye mi nem ismertük eddig egymást. De már ismerjük egymást. Hát egy hete. És már bögrét is igen, kaptál igen, tőle. Igen, a Trutkótól kaptam egy bögrét, köszönöm. Na, meséljünk most az ITV nézőnek egy kicsit, hogy mire számíthatnak. Hát egyrészt jó reggelt kívánok az ATV nézőinek is, meg jó reggelt kívánok nektek is. Én szeretnék annak a csapatnak a tagja lenni, amely hamarosan úgy kelnek fel az emberek, hogy azt mondják, hogy azért kapcsolok a Startra, mert ezzel a műsorral szeretnék ébredni. Mindenki bejön ide, mindenki válaszol a kérdésre, komoly újságírói kérdéseket kapnak, nem mellé beszél és nem kiabálnak rá a fülemre, hogy ezt meg ne kérdezd, vagy azt ne kérdezd meg. Szeretném a leginformatívabb, legkorrektebb, legszórakoztatóbb, legjobb reggeli műsort megcsinálni veletek együtt. Én egy csapatjátékos vagyok, ez nélkületek nem fog menni. Úgyhogy én azt szeretném, hogy a néző úgy keljen föl, mondtam, hogy ha reggel, akkor Start. Gyerekek, nem kellünk ide, amikor bejön a Trutkó, mert elég, hogyha megmutatjuk, hova kell ülni, a kamerát nem kell megmutatni, mert ezt felismeri. Ez nem így van. Mind a ketten ugye nagyon jól ismerjük egymást, és én mint ahogy te is nagyon sok mindent tudsz rólam, én is sok mindent tudok rólad, hogy ugye azért is fogod itt nagyon jól érezni magad, amit részben elmondtál, mert itt nem lesz meg az, amit a másik munkahelyünkön te nem szerettél. Én a 17 év, 1 hónap, 3 hét és 4 napról csak a szuperlatívuszokban fogok mindig beszélni, én soha egyetlen rossz szót nem fogok mondani a volt munkahelyemről. Ma már nem dolgoznék. Hát azt elmondhatjuk, hogy mind a ketten szerettünk ott dolgozni, ugye a TV2-ben. De én most Washingtonból jöttem haza, Amerikában csináltattam egy kört, tehát fogtam egy kört. Igen. Belerajzoltam egy pontot, igen. És ez a pont én vagyok benne középen. Ebben az országban, amikor leszálltunk, és Ferihegyről múlt vasárnap jöttünk, vagy mentünk hazafelé, akkor a két gyermekem, aki velem volt Amerikában egy évig, azt kérdezte, hogy apa, itt miért utálják egymást, azok miért utálják őket, miért fogják elvinni, miért váltjuk le őket, miért vagyunk büszkék, az a bácsi tegnap kérdezte a fiam, miért nevet és miért baj, hogyha nevet. Borzasztónak tartom azt, ugye te pontosan tudod, hogy én politikai interjúkat nem készítettem. Olyan távol áll tőlem a politika, hiszik vagy nem, én nem avval kelek, hogy mit álmodott Orbán Viktor, vagy Gyurcsány Ferenc, vagy Vona Gábor, vagy nem tudom, Molnár Gyula. Éppen ezért fogom ezt elvállalni, mert hiszem azt, hogy el fogják hinni azt az emberek, hogy itt a kör, és én vagyok pont középen. Ezt minden nap fölrakod, ezt a matricát? Nem fogom minden nap fölrakni, ezt egyszer elmondom, hogy pontosan tudják, hogy engem nem lehet megvenni trafikkal, helikopterrel, kocsival, pénzzel, paripával, fegyverrel. Én olyan mértékben civil vagyok, de már ezt a szót sem használom, mert azt is átpolitizálták. Én egy teljesen független ember vagyok, akinek az újságírónak nem az a feladata, hogy állandóan azt mérlegeljék, hogy ez most fideszes, MSZP-s, jobbikos, vagy mit tudom én. Nem Záhonytól Hegyeshalomig tart nekem a gondolkodásom, és nem az MSZP-től a Fideszig, vagy nem tudom milyen pártokig. Tehát magyarul, hogyha bejön velem szembe egy politikus, akkor ugyanazokat az adekvált kérdéseket fogja megkapni, komoly kérdés, komoly válasz, legjobb műsor, Start. Igen, meg azokat a kérdéseket fogják ugyanúgy megkapni tőled, mint amit, hogyha az utcán találkoznál velük. Választópolgár vagyok. Valószínűleg lépcsőházban megkérdeznél. Én csak azt nem értem, hogy ugye a sajtó meg azzal van tele, hogy Moszkvába költözöl? Moszkvába költözöm majd pár év múlva. Ja, hogy ezt a felét felejtették el leírni. Emily, amikor én azt olvastam magamról, hogy az Ausztrál TV-ben fogom dolgozni, azt már Amerikában olvastam magamról. Tehát, hogyha mindig azt követném, amit rólam írnak, akkor már elvesztettem volna a fonalat. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy én olykor a magyar lapokból értesülök arról, hogy hogyan élek, vagy mit csinálok. Ezt utálod, vagy valahol azért imponál? Nem imponál, elfogadom. Aha. Ez van. Szereti. Azt mondod? Gyere, költöz velem Moszkvába. Beszélsz még oroszul? Hát figyelj, egyébként azt kell mondjam neked, hogy pont múltkor találkoztam egy ismerősöbben, ilyen, hát egykorúak vagyunk, és azt mondtuk, hogy az a tudásanyag, mert ugye mi tanultunk ugye oroszul, általános iskolában, meg főiskolára, Kucsit, hogy... Kucsitja, Nyitza, Jadaklari vagy igen, van, meg ugye? Igen.
az idősebb kollégák itt a kamerák mögött jót szórakoznak, mert ugye mi benne voltunk ebben a világban, és azt gondolom, hogy egyébként, hogy egy pár hetes ilyen emlékeztető kurzussal szerintem a szókincsünknek jelentős része visszakanyarodna. A lényeg az, hogy hogyan fogsz készülni, mit kell tudjunk róla, mert egy profi műsorvezetővel leszel te is itt reggelente, ugye Bambera Krisztinával. Hát egy profi műsorvezető nem elég egy műsorhoz, kettő sem, legalább négy kell, és nagyon örülök, hogy nagyon profi műsorvezetők közé kerültem. Ez egy csapatjáték, véget ér most a Start Plus, és ezt követően azonnal elkezdődnek kamerapróbák, ez a műsor meg fog újulni, ez a műsor lehetőleg még pörgősebb, modernebb, szuperebb lesz. Én azért választottam az ATV-t, mert egyrészt rendkívül emberséges emberekkel találkoztam, nagyon-nagyon jó és profi gárda, nagyon jó az egésznek nagyon az alapanyaga, nagyon-nagyon jó itt lenni, bejönni, tényleg szuperemberek. Másrészt a webfelület nagyon fontos volt, hiszen van néhány olyan háztartás, ahol az ATV-t nem lehet megkapni. És azt elintézett, hogy ott is innentől kezdve. Az egyik legkomolyabb webfelület az ATV.hu, illetve ugye az én Facebook oldalam, a Vujic Tvartko Official, az egy ilyen világjáró Facebook oldal, tehát Washingtontól Sri Lankáig mindenhol bejelentkeztük, ezt szeretném összekötni az ATV-nek a Facebook oldalával, hogy minél többet együtt jobban, úgyhogy jön egy hiszterikus időszak, a plakát rengetegből, háborúból már látom, hogy ez nem lesz egy nyugodt időszak. Én azt szeretném, hogy a nyugodt korrektség és kiegyensúlyozottságnak a reggelét kínáljuk ebben a műsorban veletek együtt, nélkületek nem menne. Emellett még ugye felmerült az egyenes beszéd, ezt tegyük tisztába, és hogy riportműsor. Elolvastam azt, hogy én öröklöm Kálmán Olga székét, de akkor most tisztázzuk, nem karbantartónak jöttem ide, tehát bár Rónai Egon azt mondta, hogy Kálmán Olga székének az egyik kereke egy kicsit döcög, de azt majd megcsinálják. Én két vagy három alkalommal fogom nyáron vezetni ezt a műsort, de utána nem fogok egyenes beszédet vezetni. A Naplóhoz lesz közöm, már némileg van is közöm, hogy én voltam a TV2 Napló című műsorának első riportere 97. október 5-én vasárnap este, és András az első műsorvezetője, de ez András csapata, ezt a műsort úgy hívják, hogy Heti Napló Svábi Andrással, ilyen szupergárdával dolgozik, az ország legjobb riportmagazin műsora, és szeptembertől következik a Tvrtko Túl minden határon, amely a Színházi Estemnek a mondjuk úgy a címe, ez egy ugyanolyan riportmagazin műsor lesz, hosszabban egy témában. Ennyi. Tessék, pont középen ott vagy. Azt kell mondjam, hogy lehet, hogy ez egy olyan matrica lesz, ami körbe fog járni. Gyártsunk le belőle többet. Legyártottam többet, Robi, de neked is lesz. Emilinek is lesz, Krisztinának is lesz. Nagyon szépen köszönjük. Hát akkor holnap. Köszönöm szépen. Várunk. Az ATV kedves nézőit. Holnap reggel 6 óra 30-kor Bombera Krisztinával várom, és pont középen a legjobb műsorra ébredjenek mostantól. Eddig is nagyon jó volt, most is szuper, de ezekkel az emberekkel még jobb lesz. Hát akkor mi még azért elköszönünk. De így ezek után bármit felesleges lenne most mondanunk. Próbáljuk ennél szebb elköszönni is, mint amit tőled kaptunk. Na, de azért mondunk valamit. Nagyon jó volt a vége is az adásnak egyébként, meg a többi része is. Vigyázzanak magukra. Ma feltétlenül vigyenek magukkal minél magasabb faktorszámú napozószert, naptejet, mit tudom én, mert nagyon meleg lesz. Igen, én pont megvettem, mert egy kicsit hosszabb időre most elköszönök, mert hogy én pihenek. De majd visszajövök. Mindig utazik. Jó, az történt, hogy utána meg a Robi utazik el, úgyhogy... Ebben kénytelen vagyok egy picit én is utazni most már utánad. Szép napot, Somos Andrást hívják holnap a fórumban. Holnaptól akkor Vujic Tvartko és Bombera Krisztina. Egy év után, látod, még így sem. Holnapig vásárolok néhány magánhangzót. Szerencsek elég bele ezerre. A kárászból egy párat átadok.